A Budapesten tartott sajtóbeszélgetésen dr. Aszódi Attila, a Paksi atomerőmű teljesítményének fenntartásáért felelős kormánybiztosa elmondta, lezárult a bővítés környezeti engedélyezésének lakossági konzultációs szakasza. Hazánkban 41 településen, még további 9 országban zajlott személyes tájékoztató. 30 országot hívtunk meg, 11 ország jelentkezett be az eljárásba, és végül 9 helyszínen jártunk, ahol szakértői konzultációk, illetve nyilvános lakossági fórumok történtek. Itt változó időtartama volt olyan hely, ahol 2 órán keresztül, és volt, ahol 17 órán keresztül válaszoltunk kérdésekre, amelyek a közötti hatástanulmányhoz, illetve a projektnek a megvalósításához kapcsolódó kérdések voltak. Azt tudom mondani, hogy változó volt nagyon az érdeklődés, tehát mondjuk a leghosszabb ilyen nyilvános fórum Münchenben, Németországban volt, de ott a résztvevők száma kb. 25 volt, tehát nem övezte a német lakosság részéről nagy érdeklődés. Ez az esemény elsősorban zöld szervezeteknek a képviselői voltak jelen és kérdeztek. Még mondjuk nagy létszámmal találkoztunk Bécsben, ahol a civil szervezetek mellett tényleg civil lakosság is megjelent. Dr. Aszódi Attila elmondta, a fórumokon a polgárok a munkahely teremtése és az üzemeltetése vonatkozóan tettek fel kérdéseket, valamint arról kértek tájékoztatást, hogy mikor épülhet meg a Dunahíd Paks és Kalocsa között. A szakmát leginkább a nukleáris üzem hűtése foglalkoztatta. A hűtés egy nagyon fontos kérdés, ugyanakkor azt is le kell rögzíteni, hogy az erőmű mostani blokkjai nagyon sok tapasztalatot adtak már, hiszen 30 éve működik a friss vízhűtés, és hosszú távon ennek a friss vízhűtésnek a fennmaradásáról van szó. Az időszak, amikor egyszerre 6 blokk fog működni a telephelyen, az a mostani tervek szerint kb. 6 év. Tehát ez tulajdonképpen az az időszak, amikor a mostani körülményekhez képest jelentősen más lehet a helyzet. Ezt leszámítva ugyanaz lesz, mint jelenleg. A kormánybiztos hangsúlyozta, a létesítési engedély megszerzését legkésőbb 2017 végére tervezik, hogy 2018-ban megkezdődhessen az építkezés. A beruházáshoz mintegy 6000 engedélyre van szükség. A tervek szerint a két új paksi blokk üzembe helyezése 2023 végén, illetve 2024 elején kezdődhet, a létesítmények 2025-ben, illetve 2026-ban kapcsolódhatnak be a hazai áramtermelésbe.